A felesleges ételek sokszor a kukában végzik, pedig jobb helyre is kerülhetnek. Most már Kecskeméten is van lehetőség arra, hogy a megmaradt, de még fogyasztható élelmiszereket eljuttassuk a rászorulókhoz. Az enni adók ételdobozokat országszerte a Reformáló Egyesület működteti önkéntesek segítségével. Az egyesület vezetőjét telefonon értük el, vele beszélgettünk a kezdeményezésről. Az enni adók doboz ötlete az ugye Pécsről jött, ott Fióhatya helyezte ki az első enni adók dobozt, és az ő kezdeményezését láttam én a tévében, és akkor elkezdtem utána járni, hogy hogy lehet ezt legálisan csinálni. Sok-sok falba ütköztem, sok-sok évenbe, konkrétan 5 évenbe került, mire átvágtam magam a bürokrácia útvesztőjén, és úgy is ki tudtuk helyezni az első dobozt. Az első doboz a saját kerítésemre ment ki. Ez már ugye több mint másfél éve működik. És utána itt a kerületben megtaláltak minket, a 22. kerületben többen, hogy akkor ők is szeretnének ilyen dobozt. Itt 3-at fölhelyeztünk, aztán azt ugye kiraktuk a Facebookra, és így találtak meg minket a vidékiek. Kecskeméten is önkéntesek segítenek az ételdoboz működtetésében. Naponta legalább egyszer-kétszer ellenőrzik, hogy van-e élelmiszer a szekrényben. Mert ugye itt nem az a nagy szó, hogy kihelyezek egy dobozt, hanem az a nagy szó, hogy folyamatosan üzemeltetem. Tehát amit nem én, hanem az egyesület. Tehát a munka maga, amit ugye nem is mi végzünk, hanem a mi útmutatásaink, segítségünk alapján a helyi önkéntes csapatok végeznek, ezt csinálják a kecskemétiek is, egy fantasztikus kis csapat, akik lelkesen tényleg a útmutatásaink szerint dolgoznak, és így úgy néz ki, hogy nagyon gyorsan túl tudunk lenni a kezdeti nehézségeken, és akkor tényleg egy jó dolog lehet ez ott Kecskeméten is. Még csak 6 napja van városunkban kihelyezve az enni adok doboz, de lelkesedésben nincs hiány. A közösségi oldalakon is több százan megosztották az erről szóló posztokat, és azt lehet mondani, hogy általában az emberek nagyon pozitívan állnak a kezdeményezéshez. A lakosság kitartó segítsége mellett azonban vállalkozások hozzájárulására is szükség van hosszú távon. Amire nagyon szükségünk lenne, mert a lakosság az támogat minket, tehát azt látjuk Kecskeméten, a lakosságból nagyon-nagyon sokan felkeresték már a dobozt, és vittek is bele ilyen-olyan, amolyan, akár tartós élelmiszert, akár főtételt. Amire nagy szükségünk lenne, az a boltok és a különböző vállalkozások támogatására. Ezt mi úgy képzeljük, hogy úgy is csináljuk a többi városba is, hogy a kicsi bolt, ami van egy sarki kisbolt, vagy egy lakótelepi kisbolt, ha megmarad pékáruja, akkor ezt átadja nekünk, hát az önkénteseinknek, akik ezt vállalják, hogy elmennek érte, csomagolják, adagolják, és berakják az enni adok dobozba. Ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy mindig lesz étel a dobozba, tehát aki éhes, az valamit találni fog. Sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon tényleg a rászorulók veszik-e ki az ételt a szekrényből, és vajon mindenki becsületesen betartja a szabályt, miszerint egyszerre csak 3 darab fogyasztási cikk vihető el. A válasz természetesen az, hogy nem tudhatjuk, ki és mennyit viszel. De az egyesület vezetője elmondta, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy egy rövid idő után beáll az egyensúly a dobozok működésében. Hát gondoljunk bele egy enni adok doboz életébe, hogy történik. Először kihelyezzük ezt a dobozt. A lakosság nagyon örül neki. A lakosság tele tölti mindenféle finomsággal. Jön a rászoruló, és azt látja, hogy ez egy terű-terű asztalkám, mert tele van mindenféle finomsággal. És ugye hiába ki van írva a dobozra, hogy naponta egy ember 3 dolgot vihet el belőle, teljesen jó emberi reakció, tehát teljesen érthető, hogy az ember fogja és kilámolja azt a dobozt, mert hogy ugye nem tudja, hogy lesz-e benne holnap is. Ha ezeket a problémákat leküzdöttük, ezt úgy tudjuk leküzdeni, hogy elérjük ezeknél az embereknél azt, hogy bízzanak bennünk, és higgyék el, hogy holnap is lesz benne étel. Ha ők rájönnek, hogy holnap is lesz benne étel, és ezt elhiszi nekünk, akkor ugye hagy másnak is. És ha hagy másnak is, akkor valóban lesz holnap benne étel, mert nem egy ember fogja elvinni a dobozból az ételeket, és innentől kezdve viszont soha nem üresek a dobozaik. Bárki tehet a szekrénykébe szinte bármilyen ételt. Elsősorban tartós élelmiszereket várják, mint például a tészta, konzerv vagy a pékáró, de akár megmaradt házi főtt ételt is vihetünk. Ebben az esetben csak arra kell figyelni, hogy írjuk rá a dobozára, hogy mi van benne és hogy mikor készült.